Vilhelm Márta vagyok, a Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézetének egyetemi tanára. Az intézetbe kerülésemkor élettant kezdtem el oktatni, és egy új kutatócsoportot hoztunk létre, melynek elsősorban az a feladata, hogy az edzettség, a fittség és az egészség biológiai megközelítését próbálja meg tanulmányozni és magyarországi szintre alkalmazni. Mai előadásnak a címe az, hogy mozogj, hogy élj. Lehet, hogy ez egy sokkoló cím, de azt szeretném megmutatni, hogy mozgás nélkül nem létezik az élet. Ez azt jelenti, hogy ha egyetlen atomra gondolunk, az elektronok mozgása nélkül nincs atom. Hogyha a vízmolekulára gondolunk, az oxigén elektronjai nem csak az oxigénben keringenek, hanem a hidrogénben is, tehát folyamatosan mozognak. Hogyha magára a vízre gondolunk, akkor a vízmolekulák mozognak, hogyha keringésünkre gondolunk, akkor a vérplazma és a sejtes alkotók mozognak, és abban az esetben, hogyha a szívizom sejtek nem mozognak, akkor nem élünk. Tehát valóban ahhoz, hogy egyáltalán az életről beszélhessünk, minden szinten, az élettelen szinten is a mozgásról kell, hogy beszéljünk. Ilyen értelemben valóban a mozgás az élet lényege. Abban az esetben, hogyha arra gondolunk, hogy annak idején, ha a középiskolában történelem óráról volt szó, és a történelmet tanultuk, ha jártunk az egyetemre, és egy új kurzus kezdődött, akkor a bevezető előadások mindig úgy kezdődtek, hogy már a görögök is. Ez azt jelenti, hogy időszámításunk előtt a 8. században már körülbelül azzal foglalkoztak a görögök, hogy amikor szabad idejük van, hogyan lehet valamilyen mozgást, valamilyen sportot végezni. Ugye azok a csodálatos műtárgyak, amelyek fönnmaradtak a görög kultúrából, azok rengeteg sporteseményt, sportfizikai aktivitást mutatnak be, és az egyik nagyon kellemetlen mondás, hogyha valakit meg akartak sérteni, az volt, hogy még úszni sem tud. Ennél nagyobb sértést egy athéni polgárra például nem lehetett mondani, ez megint csak azt mutatja, hogy valóban úgy gondolták, hogy a sport, a fizikai aktivitás és a mozgás hozzátartozik a teljes élethez. Ezt még ennél komolyabban gondolták a maják, akik Krisztus után 400-500 közötti időszakban megépítették a világ első és legnagyobb kosárlabda pályáját, amelynek a hossza több mint 100 méter, a szélessége pedig több mint 30 méter. Egyes irodalmi adatok szerint 9 méter, más adatok szerint 6 méter magas fal veszi körbe. Ott lehet látni azt a gyűrűt, amely gyűrűbe egy csapatnak be kellett juttatni egy több kilogramm súlyú, valami kaucsukszerű labdát, és szó szerint azért mozogtak, hogy éljenek, ugyanis a vesztes csapatnak a vezérét, illetve esetenként az egész csapatot lefejezték, és fölajánlották az isteneknek annak érdekében, hogy a kultúra éppen maradhasson. A mai modern társadalomban ennyire azért nem súlyos a helyzet, de azt pontosan tudjuk nagyon régóta a magyar művészetben is, hogy a sport az nagyon fontos része az életünknek. Egy 1937-es filmben szeretnék egy nagyon rövid részletet megmutatni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Vigyázzon, megfolyt hűszogám! Megütötte magát, édes gazdám. Mit tagadjam helyenként? Azért nagyon fontos megemlítenünk ezt a filmet, mert 1937-ben, amikor ez a film készült, akkor kapott Nobel-díjat Szent Györgyi Albert,
aki egyébként már 1936-ban leírta azt, hogy az iskolákban szükség lenne a mindennapos testnevelés és a mindennapos fizikai aktivitás bevezetésére. Erre majdnem 100 év múlva sor is került Magyarországon, hogy miért nagyon fontos ez egyébként, hogyha megnézik a Sportszerelem című filmet, ki fog derülni. Arról szól természetesen, hogy annak ellenére, hogy sokat mozgunk a munkánk során, az életünk során nagyon fontos lenne valamiféle extra fizikai aktivitást is bevinni az életünkbe, és annak érdekében, hogy ez jól látszon, szeretném megmutatni ezt a táblázatot. Ez a WHO 2010-es hivatalos statisztikájából kiragadott táblázat. Ha megnézik, akkor a negyedik halál ok a modern társadalmakban a testmozgás hiánya. Direkt halálok. Ez azt jelenti, hogy megelőz nagyon-nagyon sok olyan betegséget, amelyet a mai napig is nagyon sokat láthatnak a médiában, a különböző médiumokban, hallhatnak különböző ismeretterjesztő előadásokban. Ugyanakkor az inaktivitás, a fizikai aktivitás hiánya az egy vezető halálok a világon. Abban az esetben, hogyha összevonjuk a különböző egyéb tényezőket, mint a túlsúly és az elhízás, vagy a magas vérnyomás, ami esetleg az inaktivitás hatására alakul ki, vagy a magas vércukorszint, ami szintén kialakulhat az inaktivitás hatására, gyakorlatilag a testmozgás hiánya a második vezető halálok a világon, a modern társadalmakban. Csak néhány irodalmat mutatok, amelyek valóban azt mutatják, hogy a tudomány ezt nagyon sok oldalról alátámasztotta és bebizonyította. Hogyha már az 1930-as években vagyunk, akkor meg kell említenünk Seje Jánost is, aki 1936-ban tette közzé a stressz elméletet. Stressz elmélet lényege pedig az, hogy gyakorlatilag bármilyen behatás éri a szervezetet, akár pozitív, akár negatív irányú, valamilyen választ fog adni a szervezet erre. Ez természetesen senkinek sem új. Az viszont igen, hogy teljesen mindegy, hogy ez a napfény, egy kellemes virágnak az illata, valakinek a rendkívül kellemetlen mondata, az élettani válaszok mindig pontosan ugyanolyanok lesznek a szervezetben. Ugyanolyan hatást fog egy pozitív és egy negatív élmény is okozni. Nyilván minden, ami ezt kialakítja, az maga a stresszor. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a mai médiák és a mai közhiedelem azt gondolja, hogy a stressz az egy nagyon negatív dolog. Az EU stressz azt jelenti, hogy van egy átlagos behatás a környezetből, ami egy teljesen indiferens hatás lehetne, viszont ha nincsen, akkor a szervezetnek nem lesz fényhatásra semmilyen válasza, ugyanígy nem lesz semmilyen más hatásra sem válasza, azaz nem fog élni. Tehát olyan, hogy no stress, hogy nincs stressz, olyan nem létezik. Ha megnézik ezt a görbét, nagyon pontosan lehet látni, hogy a mélypontja az ott nem az origóban van, tehát nem a nullában van. Akinek nincsen stressze, az nem él. Tehát a stresszmentes élet az nem megvalósítható. Az a kérdés, hogy mekkora a stressz behatás. Mindig a stressz behatásnak a mértéke fogja megadni a stressz választ. Még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy pozitív vagy negatív a behatás, a stressz válasz mindig pontosan ugyanakkora lesz. Az élő szervezet mindig ugyanúgy reagál. Az más kérdés, hogy mi ezt hogyan fogjuk majd megélni. Minden esetre abban az esetben, hogyha nagyon pozitív élményeket kapunk sorozatban, nagyon nagy behatással, azok ugyanúgy károsíthatják a szervezetet, mint a nagyon negatív élmények is. Ezért maga Seje kétféle fogalmat vezetett be, annak érdekében, hogy megkülönböztessük a pozitív, illetve a negatív élményeket egymástól, a negatív stressz hatásokat distressznek nevezzük. Abban az esetben, hogyha valaki azt mondja, azt szeretné mondani, hogy nagyon stresszes az élete, és nagyon rosszul érzi magát benne, akkor gyakorlatilag a distressz szót kéne, hogy használja. Hogyha bármilyen fizikai aktivitást végzünk, akkor pontosan ugyanilyen stressz válaszokat fogunk kapni. Az edzés elmélet alapja gyakorlatilag a Seje-féle stressz elmélet. Hogyan kell azokat az edzés ingereket adni, milyen hatások várhatóak a szervezettől, és milyen
gyakorisággal kell ezeket a stressz hatásokat megismételni, hogy az adaptáció kialakuljon. Ugye a másik nagy kérdés mindig az, hogy fizikai aktivitást végezzünk, vagy sportoljunk. Mi a különbség a kettő között? A fizikai aktivitás azt jelenti, hogy bármilyen fizikai tevékenységet végzek. Ez lehet a kertben az ásás, a fűnyírás, a kerítés, festés, otthon a takarítás, vagy éppen a bevásárlás. Ehhez képest nyilván a sport az első sorban, a modern szavakkal értve egészségfejlesztésről szól, valójában a teljesítmény megtartásáról, illetve a teljesítmény fejlesztéséről, nem csak testi értelemben, hanem kognitív és lelki értelemben is. Hogyha megnézik ezt az ábrát, akkor nagyon jól lehet látni gyakorlatilag a Scheie-féle stressz elmélet leképezését, azaz, hogyha túl nagyok az ingerek, túl erős a fizikai aktivitás, túl nagy az intenzitás, túl gyakori a tevékenység, akkor nem csak az előnyök alakulnak ki, sőt az előnyök elkezdenek csökkenni, és a vele járó kockázat és károk, azok emelkedni fognak. Egyetlen egy példát szeretnék erre elmondani. Abban az esetben, hogyha valaki maratoni futó, akkor ha túl sok terhelés éri, túl sok stressz éri a szervezetet, ugyanúgy lehet neki szívproblémája, ugyanúgy kaphat infarktust, és ugyanúgy szenvedhet érelmeszesedésben, illetve halhat meg érelmeszesedésben, mint az, aki semmilyen fizikai aktivitást nem végzett. Tehát az egyik a fizikai inaktivitásból származó stressz, a másik pedig a túl nagy fizikai aktivitásból származó stressz, mindkettőnek a hatása ugyanaz lesz. Tehát a célunk nekünk az, hogy olyan aktív életet éljünk, amelyekben nagyon gyakoriak a könnyű, a közepes, illetve a viszonylag nagy intenzitású behatások, fizikai aktivitás vagy sport. És nyilván, ahogy nő az intenzitás, az edzés ingereknek a mértéke, annál kevesebbet kéne belőle teljesíteni, de föl szeretném hívni a figyelmet az állóképesség javító edzésre, ahol az vagyon írva, hogy 150-300 percet kell hetente annak érdekében sporttal, egészségfejlesztéssel, teljesítményjavítással tölteni, hogy valóban az állóképességünk javuljon. Hogyha Scheie-ről beszélünk, akkor a másik nagyon fontos modell, ami a stresszel kapcsolatban szóba kell, hogy kerüljön, ez az úgynevezett tűzvész modell. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármilyen behatás éri a szervezetet, az azonnal az immunrendszeren, illetve a hormonrendszeren keresztül a teljes testben alakít ki hatásokat. Nincs olyan, hogy egyetlen egy célpont létezne, nincs olyan, hogy egyetlen egy testrészünk károsodna, vagy éppen adaptálódna, javulna egy külső behatás hatására. A tűzvész modellt Scheie elsősorban ugye oda van írva sérülések, tehát betegségek esetén írta le. Pontosan ugyanez a tűzvész modell igaz abban az esetben is, hogyha valaki fizikai aktivitást végez, és pozitív irányú adaptáció történik. Mit írt le Scheie elsősorban? Leírta azt, hogy egy nem specifikus behatás, akár túl erős fény, akár az úgynevezett immobilizációs stressz, tehát hogy nem mozoghatok annyit, amennyit szeretnék, székhez vagyok kötve. Ennek hatásai lesznek. Ahogy a tűzvész terjed, ez gyakorlatilag minden testi sejtre át fog terjedni, és gyakorlatilag minden szervrendszerünket érinteni fogja. Akár negatív, akár pozitív válaszokról beszélünk. Ugye abban az esetben, hogyha arról beszélünk, hogy milyen legyen az aktív élet, milyen az a fizikai aktivitás, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy megtartsuk az egészséget, ahhoz a WHO 2010-ben felhasználta az LGT annak idején nagyon népszerű számát, a 10.000 lépés kéne csak kezdetű, de arra gondolok, gyakorlatilag a WHO leírta, hogy ha naponta 10.000 lépést megtennénk, az elegendő lenne ahhoz, hogy fizikailag aktívnak nevezhessük magunkat. Ez nem elég az egészségünknek a megtartására, illetve a fejlesztésére, de elég ahhoz, hogy aktívnak nevezhessük magunkat. 10.000 lépés, ez körülbelül 5 kilométer.
ennyit kéne gyalogolnunk egy nap, ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk. A magyar átlag az 2500-3500 lépés per nap. Nem csoda, hogy olyanok az egészségügyi statisztikák, amilyenek. De azt is leírta a WHO, hogy ez a 10 000 lépés az csak arra elég, hogy valóban egészségesek maradhassunk. Hogyha tényleg szeretnénk egy kicsi teljesítményjavulást, egy kicsi fittségi változást, akkor a különböző korosztályok szerint nagyon különböző elvárások vannak. Tehát oda van írva 5-17 éveseknél napi legalább 60 perc közepes vagy nagy intenzitású mozgás, plusz heti 3 alkalommal állóképességi csontizomrendszer erősítő edzés. 18-64 éves korosztályban azt mondja a WHO, hogy 150 perc fizikai aktivitást kéne összességében egy héten, minimum 10 perces ciklusokban. Tehát nem azt mondják, hogy milyen időtartamokat edzünk naponta, hanem azt mondják, hogy minimum 10 percet kéne mozognunk, és ebből kéne összejönni ennek a 150 percnek. Plusz hetente 2 edzés, ami elsősorban izomerőfejlesztő edzés. 65 pluszos korosztályban ugyanaz érvényes, mint a 18-64 éves korosztálynál, de 5 perces ciklusokban kell összegyűjteni ezt a heti 150 percet, és a megszorítás az, hogy nem csak 2 izomerőfejlesztő edzés kéne hetente, hanem legalább 3 egyensúlyfejlesztő edzés is. Megint nem időtartamról beszélünk, néhány perc is pontosan elég lenne ahhoz, hogy megtartsuk ezt az állapotot. Ha ennyi mindent tudunk arról, hogy mit kéne tennünk, akkor hogyan tudjuk megállapítani költséghatékonyan azt, hogy megfelelően működik-e a szervezetünk. Erre a sporttudomány nagyon sokféle tesztet állított össze. A legegyszerűbb manapság az úgynevezett 6 perces gyalogló teszt. 6 percig kell az illetőnek a lehető legnagyobb intenzitással gyalogolni, és azt mérjük, hogy hány métert sikerült teljesíteni ezen idő alatt. Hogyha megnézik az ábrát, akkor nagyon jól lehet látni, amit el is várnánk, hogy a fiatalok gyalogoltak a legtöbbet, és abban az esetben, hogyha nézzük az életkori sajátosságokat, akkor jól látszik a csökkenés, illetve az is jól látszik, hogy a sportoló, nem sportolók, hanem fizikailag aktív emberek, illetve a nem sportolók, tehát a fizikailag inaktív emberek között jelentős különbségeket lehet mérni, nyilván mindig a fizikailag aktív emberek javára. Sokkal rosszabb a kép, ha megnézzük azt, hogy mekkora lenne az elvárt táv. Nyilván az életkori sajátosságokat, a testtömeget, illetve testmagasságot figyelembe véve, ha megállapítjuk, hogy hány százalékát sikerült teljesíteni az elvárt távnak, akkor az a döbbenetes eredmény látható itt, hogy a 20-25 évesek sokkal rosszabbul teljesítettek, mint ugyanabban az időpontban a 45-55 és a 65 évesek közül azok, akik egyébként rendszeresen mozognak. És a legrosszabbul azok a 75 évesnél idősebbek teljesítettek elvárt táv szempontjából, akik semmilyen fizikai aktivitást nem végeztek egész életükben. Hogyha a magyarországi adatokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy azok nagyon sporadikusak, de hogyha megvizsgáljuk az átlag embereknek a fizikai teljesítő képességét, hogy az illető mikor fárad el, hogyha a konyhában van, föl tud-e menni egy emeletet úgy, hogy nem fárad el, föl tud-e menni 2 emeletet úgy, hogy nem kell megállni a 2 emelet között, és így tovább. Azt lehet látni, hogy egyszer csak ez a szaggatott vonal az természetes öregedésnek a vonala, egyszer csak a magyarok elkezdenek sokkal gyorsabban öregedni, mint ahogy ez a biológiai öregedésből következne, azaz a 45 évesnél idősebb korosztály idősebb biológiai értelemben, mint amilyennek lennie kéne, és ennek elsősorban a fizikai inaktivitás az oka, ezért írtam oda, hogy a magyar nőknek a 40%-a, a férfiaknak az 1/3-a a soha, vagy esetenként hetente egyszer végez valamiféle testmozgást. Az elmúlt időszakban némi emelkedést tapasztaltak, ez azt jelenti, hogy 2-3%-ról 3-4%-ra emelkedett a rendszeres fizikai aktivitást végző felnőtteknek az aránya.
Abban az esetben, hogyha elkezdünk edzeni időseket, megpróbáltuk a 65 évnél idősebb embereket rávenni arra, hogy vegyenek részt egy 12 hetes edzésprogramon, hetente háromszor 20 percet edzettük őket egy-egy alkalommal. Ezek gyakorlatilag széken végezhető tornák voltak, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy futni kellett az atlétika pályán körbe-körbe. A következő derült ki, ugyanezen a kérdőíven, amit az előbb említettem, Füzesi és munkatársai megkérdezték az embereket a fizikai funkcióikról, testi fájdalmaikról, általános egészségükről, vitalitásukról, és a százalékok azt mutatják, hogy a 100%-hoz képest hány százalékosnak érezték ezek az emberek az egészségüket, a testi fájdalmukat. 20-25 évesek teljesítettek a legrosszabbul, ezért velük egy 6 hónapos életmódváltó programot végeztettünk el. A 6 hónapos életmódváltó programban hetente 3 edzést kaptak, és lemértük a vizsgálat előtt, a 3. hónapban, illetve a 6. hónapban a teljesítményüket. Nagyon jól lehet látni, hogy gyakorlatilag a teljesítmény folyamatosan javult, de azt is jól lehet látni, hogy eléggé messze volt az elvárt távtól az a teljesítmény, amit a 6. hónap végére is produkáltak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az oxigén felvevő képesség, tehát a sejtszintű anyagcsere drámaian javult. Miért lényeges ez? Azért, mert normális körülmények között az idősödéssel együtt jár az immunrendszernek az öregedése. Az egyik nagyon komoly probléma az inaktív élet következtében az, hogy az egész testet érintő szisztémás gyulladás alakul ki, illetve a meglevő immunsejtjeink nagyon gyorsan elhalnak, nem megfelelően reagálnak a különböző behatásokra. Ennek a következménye az lesz, hogy emelkedik a daganatos betegségeknek a kialakulási valószínűsége vagy kockázata, az aktív élet meg éppen az ellenkezőjét fogja okozni. Ha megvizsgáljuk az immunsejteknek a számát az inaktív emberekben, illetve az aktív emberekben. Fizikailag teljesen inaktív embereket mutatok. Itt vannak az életmódváltó programban résztvevő, elméletileg teljesen egészséges fiatalok. Itt lehet látni a rekreációs sportot űző emberek immunsejtjeinek a számát, ott pedig a professzionális sportolókét. Mit látok? Azt látom, hogy a seje elmélet az tökéletesen beigazolódott. A legmagasabb immunsejt számmal a rekreációs sportot űző emberek rendelkeznek. Ha figyelembe veszem a szórásokat is, akkor azt lehet látni, hogy minél professzionálisabb a sportoló, tehát minél nagyobb a terhelés, annál nagyobbak a szélsőségek, tehát annál több vagy annál kevesebb immunsejt, működő immunsejt van a szervezetben. Tehát a sejeféle stressz elméletet egy ilyen egyszerű sejtszámolással is igazolni lehet. Ugyanezt meg tudom mutatni idős embereknél is. 12 hetes edzésprogram hatására nagyon jól látszik, milyen jelentősen leesett az a CRP koncentráció, amit az előbb mutattam. Tehát a különböző gyulladások, a szisztémás gyulladások kialakulási valószínűsége drámai módon csökkent, abban az esetben is, hogyha olyan idősekkel foglalkoztunk, akik fizikailag inaktívak voltak. Azaz, fizikai aktivitás, még a könnyű, széken végezhető gyakorlatok is nagyon jelentős változást okozhatnak az immunrendszerben, illetve az általános stressz állapotban. Azaz, sohasem késő elkezdeni. Jól lehet látni, hogyha a 6 perces gyalogló tesztet nézzük, hogy ez alatt a 12 hét alatt még a széken végzett edzésekkel is javult az idős embereknek az állóképessége, illetve a gyalogló képessége. Volt közöttük olyan, aki gyakorlatilag járókerettel csinálta végig a 6 perces gyalogló tesztet, tehát ezekben a javulásokban ez is benne van, általános kondíció erőfejlesztés hatása is. Azaz, akkor hogyan éljünk? Ugye abban az esetben, hogyha szeretnénk boldogok lenni, és mindenki ezt szeretné, akkor amilyen gyakran csak lehet mozognunk kéne, bármilyen mozgás is az, lehet játszani a kutyánkkal, lehet játszani a szabadban, lehet nagyon-nagyon sokat sétálni és beszélgetni a családtagokkal, illetve a barátainkkal, lehet ház körül tevékenykedni.
Hetente 3-5 alkalommal nem lenne baj, hogyha, ahogy azt a WHO kérte, valamiféle állóképességi edzést végeznénk, az szerint, hogy szeretjük a sportokat, vagy egyszerűen csak jól szeretnénk érezni magunkat, számtalan olyan tevékenység van, ami sportaktivitásnak számít. Heti 2-3 alkalommal kéne valamiféle erőedzést is végeznünk, hajlékonyságunkon javítani, és ha lehetséges, a lehető legkevesebbet üljünk a tévé, a számítógép előtt, és 30 percenként, ha lehet, álljunk föl és mozogjunk. Miért jó ez? Azért jó, mert hogyha fizikailag inaktív életet fogunk élni, akkor átlagosan olyan 78 megélt életévre számíthatunk, hogyha aktív életet élünk, akkor még arra is esélyünk van, hogy 120 évig éljünk. Természetesen nem ez a cél, hanem az a cél, hogy amit élünk, azt egészségben, korlátozottságtól mentesen tölthessük el. Hogyha megnézik a K-skálát, ugye a piros sávok azok, amelyek a korlátozottság gal megélt életet mutatják, korlátozottság lehet valóban az, hogy elfáradok a lépcsőn, stb. Hogyha megnézik a fizikailag inaktív embereknél, ez a 45. életév tájékán elkövetkezik, a fizikailag aktív embereknél 78. életévnél, körülbelül ott, ahol a másik véget ér. Tehát, ugye nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy pihenhessünk, de még fontosabb az is, hogy egy icipicit mozogjunk. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, akkor a szépen hallja napos fel. Ez a kis tornán néhány perce vár, betegség félni senkinek se vár. Köszönöm a figyelmet!